Bábolna gokárt versenyzője, a 10 éves Varga Ákos idén januárban az önkormányzat támogatásának köszönhetően megkapta ugyan a professzionális gépet, de a versenyszezont a járványhelyzet miatt nem tudta elkezdeni. Kevés lehetősége adódott a gyakorlásra, valódi felkészülésre azonban nem volt mód. Az első versenyt már alig várták, melyre Dunaszerdahelyen a Szlovákia Ring gokárt pályáján került sor. A nemzetközi megmérettetésen Ákos kitűnően állta a sarat. Hosszú-hosszú idő után végre versenyben is kipróbálhattad a új gokartot, ráadásul minden nemzetközi versenyen. Hol jártál, milyen versenyen vettél részt? Nemzetközi versenyen, és Szlovákia Ringen voltunk, Szlovákiába. Na ez milyen verseny volt? Kik voltak, milyen ellenfelek voltak? Voltak sokkal erősebb gokartok is, és ez így nagyon nem tetszett nekem, mert mindig majdnem, hogy inkább el kellett engedni őket, mert meg fékezni is kellett tőlük, mert annyira behúzták elét, hogy nem tudtam más csinálni. Na hát milyen volt a gokart, az új gép, hogyan viselkedett? Nagyon jól viselkedett, pont visszarázottam az utolsó versenyre, úgyhogy előztem ötöt is a második versenyen. Az első verseny, ugye két versenyszámban indultál, milyen kategóriában versenyeztél? Easy kart kategória, és voltak mini 60-okkal mentünk, akik sokkal erősebbek. Te kategóriádban aztán az első versenyen az hogy sikerült az első futam? Jól sikerült, de az első futamon visszafelestem helyezésként, a második futamon meg előre felementem. Az időjárás nem volt valami kedvező, hol esett, hol nem esett, elég nehéz volt azért kiválasztani itt, azért a gumik nem mindegy, hogy milyen gumikkal mész, hogyan mész a pályán. Az első versenyen slickek voltak, a második futamon meg ugyanígy esőgumi, szakadó esőbe, és nem láttunk semmit. Úgyhogy akkor fékeztünk, amikor a másik ösztönből vezettünk. Nem féltél? Hát nem féltem, mert tudtam, hogy merre megy a pálya, melyik kanyar jön. És kaptál egy kupát is, ez hol van? Ja, aha, mutassuk meg, ez a negyedik helyért járó kupa volt? Igen. És erre mennyire vagy most büszke, így az első nemzetközi versenyed után? Nagyon büszke vagyok rá, mert hogy így nagyon erősebb gokartokkal a csapattársaim is nagyon jók voltak, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Ez volt az első alkalom, hogy én személy szerint vagy a stábe ilyen gokart versenyen láthatta, hogy hogyan versenyeztek, hogyan működik az egész dolog. Kívülállóként elég kaotikusnak tűnt a történet. Pontosan ezt a szót akartam én is használni, egy nagyon kaotikus versenyünk volt. Ugye eddig megszoktuk mi azt itt Magyarországon, hogy aránylag kis mezőnyben, ilyen maximum 8-10 fős mezőnyben indulnak a fiúk, és mit 40-50 versenyző összesen, esetleg 60-an. Na most kimentünk, és három kategóriát összementek a gyerekek kategóriájába, és hát én 18 kocsit számoltam az időmérőre, hogy fölálltak, úgyhogy nagyon meglepő volt nekünk, Ákosnak is ez, hogy tényleg számítottunk rá, hogy valami mezőny lesz, az hogy néhány kocsi sok lesz, de hát a pályán kiderült, hogy ez nagyon sokat számít, hogy nagyon sok autó volt a pályán, és az volt nagyon nehéz nekik, meg nekünk is felnőtteknek, hogy mondjuk mit tanácsoljunk nekik, hogy elindult az időmérő vagy az edzés, és négy körön belül utalérték őket a gyorsabb gokartok, és lekörözés volt. És akkor ő megpróbálja meg úgy jó időt futni, hogy közben kékzászlóznak neki. Tehát ez nagyon fura volt, és ott több szülő is beszélte, hogy hát mit és hogyan, de akkora volt a mezőny, hogy muszáj volt összevonni
kategóriákat a szervezőknek, mert így is 9 órakor volt este a díjátadó ceremónia, mert gyakorlatilag ugye esőbe 4-5-10 másodperccel is hosszabb egy-egy kör, és a második futamban már 2 körrel minden egyes kategóriának le is rövidítették a versenyét, tehát 2 körre rövidebb volt, hogy húzzanak az időn valamit vissza, mert óriási csúszásban voltunk, hál' Istennek nagyon nagy volt a forgalom, nevezzük így, sokat tanultunk, nagyon kapkodós volt az egész, ez nekünk nagyon fura volt, hogy mindig futni, mindig kapkodni kellett. Ugye az előbb kérdezted a gumi hogy és miként, ez úgy nézett ki, hogy van egy ilyen sárga szerelőkocsink, azon van a gokart a tetején, hát a legvégén úgy mentünk, hogy gumi nélkül, kerekek nélkül, és akkor oda nyúltunk, hogy most akkor eső vagy száraz gumi, fölraktuk és indultak ki a pályára. Van a 3 perc vagy 5 percben, hogy most esik, nem esik. Hát a nagyobb része a pénteken végig esett az esőnk, talán az utolsó egy vagy 2 körre tudtunk kimenni szlikkeken. Jó esőmenő egyébként az Ákos? Hát az az igazság, hogy ugye tavaly, amikor ő a győzelmét szerezte, az esős futam volt. Ugye most a második versenyén is szakadt az eső, tehát úgy, hogy bőrigáztunk szó szerint. Őt nem zavarja, de minket azért felnőtteknek nekünk fura volt, hogy ott állunk esőkabátban, és ömlik a víz. De gyakorlatilag boxból indult, mert nem indult el a gokartja a második versenyen, de 4-5 minimum előző, és 4. helyre feljött, úgyhogy én szerintem a 18. helyről indult gyakorlatilag. Azért nem könnyű úgy versenyezni, hogy több kategória megy egyszerre, és még a külső szemlélő számára is elég megtalálni a versenyzőket, nem, hogy most ő neki ki az ellenfele, tehát azért ő sem tudja, hogy most ez egy nagyobb kategóriás, vagy egy nála kisebb kategóriás, most mi a helyzet, kivel kell megküzdenie. Így van, ez egy nagyon furcsa dolog volt nekünk, hogy találd meg, ki megy előttünk. Én annyit mondtam Ákosnak, ha valakit utolérsz, és lehetőségben azonnal előznek, teljesen mindegy, hogy ő kicsoda. És volt egy-két szép előzési próbálkozása az első versenyen, de a másodikon ott darált. Tehát ott mondom 4-5 minimum előzött. Az egy nagyon fura dolog volt, hogy na hányadik lett a gyerek, ezt amikor te ott voltál, mondtam, hogy fogalmam sincs, és ez este 9 órakor a díjátadón derült ki pontosan, hogy na most akkor a Varga Ákos az összesítettben 4. lett, mert lövésünk nem volt róla, hogy ennyi gyerek közül, ennyi kategóriából, na most sakkozd össze, hogy ki kicsoda. És hozták a kis cetlit, hogy akkor Ákos Varga, és akkor mondtak valami Stámos Tiri, vagy mit tudom mi volt, és akkor hát, hogy az nagyon fura volt nekünk. Mindig van ott egy srác, egy csapatból segít nekünk elemezni, hogy ki hogy megy a versenypályán, és hát Ákossal, hál' Istennek, nagyon meg vannak elégedve, és mindig elemzik a köröket. Kanyarról kanyarra, ívről ívre, van egy grafikon, kimutatja a számítógép, pontosan ugye a telemetria ezt is rögzíti, hogy mi hol megy, és mondták, hogy gyakorlatilag 5-7 centin belül megvan Ákosnak a fékpontja a kanyarok elő, és ugyanígy 2-5 centi között meg a kigyorsítási pontja, tehát ők a kanyarban nagyon-nagyon jó lemegy. Amit neki figyelnie kellett, és mindenkinek ez most nagyon jó tanulás volt ezen a pályán, hogy félszáraz, félesős, esős, de gyakorlatilag száraz pályán szerintem nem is mentünk, mert ilyen nyálka mindig volt rajta, és mindig változtak a körülmények, minden egyes edzés óránként mentünk fel, minden edzésen más volt, hogy most az ideális ívet használd, most csak félig használd az ideális ívet, most meg kerüld el az ideális ívet, és mindig a jó, a rossz ív, a jó ív. Nagyon-nagyon sokat tanultunk, nagyon jó volt a pálya, hát sokkal többet kéne mennünk. Mint ahogy mi mentünk, ugye mondta Ákos, elmentünk Kecskemétre, de gyakorlatilag az idén egyetlen egyszer voltunk Kecskeméten, szerintem kb. Egy hónap ezelőtt. És közelben más pálya, ahol lehetne gyakorolni? Hát hogy most ezt fogom kideríteni, hogy a Szlovákia Gringes 76 km-re van, most megnéztük, egy óra összvisz, hogy oda mikor is hogy tudunk kimenni, tehát ki tudunk-e úgy menni, mert most is úgy mentünk, a kocsi hátuljába betettük a gokartot, bepakoltuk a szerszámokat, benzines kanna, go! Hogy lehet-e ilyen, hogy nem a csapattal megyünk el, mert ők általában vagy Kecskemét, most például a Szombathely mellé, ki nem mondom milyen településre mennek, Szombathely után az osztrákokhoz mennek edzeni, de kedden. Ami megint nem tudunk menni, mert ugye munkanap van, úgyhogy nekünk a hétvégi napok a jók. Ezt kell kisakkoznunk, hogy minél többet tudjon edzeni, mert nagyon látszódott az Ákoson. A hétvégén, hogy pénteken odaértünk, 2-kor már fel tudott menni a pályára. Hát nem mondom, hogy rosszul ment, de láthatóan botladozott, hogy most menni, nem menni, az is igaz, hogy már esett, tehát már esőgumikkal mentünk fel, és lehetett látni, hogy folyamatosan az egyik
edzés, a második edzés, a harmadik edzésen egyre jobb lett, és ami a legvégén, tehát tényleg az utolsó versenyben ötöt is előzött. Tehát, hogy neki tényleg az kell, hogy benn maradjon a lendületbe, és hát nem is az, hogy minden hétvégén menjünk versenyre, de egy hónapban minimum egy, vagy inkább két verseny, vagy legalább egy verseny, egy edzés minimum legyen neki, és akkor felpörög, és akkor megy, mint a golyó. Úgy látom, hogy a gyerekek mellé mindig kell egy felnőtt, mert azért a gyerekek nem tudják felkészíteni a verseny előtt a kokartot. Neki azért gondolom nagy szerencséje van, hogy te szakember vagy. Hát igen, ezt úgy is számolják mindig a Viliék, a csapat, hogy na, akkor jött az Oli, és akkor te szerelsz, igaz? Illetve nyilván ez előre meg van beszélve, és mondtam, persze jövök is szerelek. És odaállok, és akkor a Norbi, a technikai igazgatón kell mondani, hogy Zoli ezt és ezt. Nekem is megbügykülöm. Hát most is úgy nézett ki, hogy akkor szia Zoli, akkor itt az esőgumi, rakhatod fel, a keréknyomás ennyi, nyilván ez titok hivatalosan, tehát nem mondhatom el, mennyi az annyi, és akkor ide ezt, ide azt, ezek sem mondom el, tehát nagyon sok minden apró pici dolog van, amivel lehet játszadozni. Például az utolsó versenyre úgy átszereltük az ülésbe a súlyt egy picit máshová, hogy egyenletesebb legyen, tehát a balansz jobb legyen. A jobb oldalon motor, és jobbra teszel súlyt, akkor a jobb fele nehezebb, és ezt áttettük bal felére, hogy pont jó legyen. Úgyhogy ilyen pici apróságok is számítanak, ennyit elárulhat, többet nem nagyon. De hát ugye ez erről szól, úgyhogy nagyon rendesek is szólnak, hogy hát azért a víz után mindig letakarítani, ne rozsdásodjon, bekenni mindent. Tehát oké, hogy fáradt vagy, de előbb, ugyanúgy, mint az állatoknál. Először az állat eszik, utána az ember. Itt is nagyon fontos, hogy ha én nem figyelek erre a gépre rá, akkor neki kell rozsdásodni a kormánymű, a lánc elrozsdásodik, a csapágyak berohadnak, tehát érdekes módon egy pici gokartnak tűnik, de mivel versenygép nagyon precíz, így van, tehát nagyon precíz dolog. Na, milyen célokat tűztettek ki most így erre az évre? Látjátok-e, hogy mit lehet csinálni? Hát a versenynaptárunk, ami biztosnak tűnik, ez a szlovák bajnokságon végigmenni. Az 5 futamból áll, ki nem mondom ezeket a szavakat, hogy milyen falukba, városokba fogunk elmenni. 5 verseny lesz, eddig úgy néz ki. Oda úgy néz ki, hogy mindegyikre el tudunk menni, mind az 5-re. Annyi ügyöm nekem van bele, hogy mindig egy hónaponként. Tehát a következő biztos versenyünk 100% az augusztus 1-e Szlovákiában lesz. Hát nagyon jó lenne, ha tudnánk menni közben valahova, ugye az Easyvel. Akár edzésre, nyilván a csapattal ez most indult nekünk is az okokartozás, hogy mehetünk végre, zöld zászló vagy zöld lámpa is lehet menni. Úgyhogy mondom, mindjárt keddenük mennek, hogy hétvégén mi lesz, beszéltük, mert most ahogy mondja az Ákos is, hogy a Morva kupa az lesz ugyanígy Szlovákiában, a Szlovákia ringen. Ott van ez a kategória, ha a csapat megy, akkor nyilván biztos, hogy megyünk. Utána ugye augusztus 1 az biztos, és ha minden igaz, akkor augusztus 7-én nyit a seregélyesi pálya Fehérvár mellett, és oda a Vilis István megvagyukba egy ilyen ünnepi bemutató így van, és ott elvileg rendeznek egy házi bajnokságot nekünk, és hát rendezünk mondjuk így inkább, egy ilyen bemutató jelleggel. Hát aztán utána ilyen sorba, hogy akkor augusztus legvége, azt akkor szeptember valahány, és akkor október 17, ha jól emlékszem, az utolsó verseny, megint ugyanígy Szlovákia ringem. Hát ez az, ami biztos, ez az 5, plusz seregélyes reméljük. Hát, Igen. Én pont a Mákosnak, mert ugye a lényeg, hogy az első versenyünkön, hát ugye a 18, hát én 18-et számoltam, lehet, hogy többen voltunk, mert tényleg hát nagyon sok gokart volt, jól nézett ki nagyon. Mondtam neki, hogy nagyon szorosan maradjon az előtte lévő mögött, mert ha lemarad a rajtnál, akkor ott hello van. Hát aztán lemaradt a rajtnál. Úgyhogy gyakorlatilag mindjárt eldobott két helyezést, mert már a célegyenes végére már pont bebújtak elé ketten, mindegy, ott ez így sikerült. A második versenyen oké, hogy nagyon sokat előztünk, de beragadtunk a boxba. Ugye mondják, hogy nem járatjuk a gokartot alapjáraton, mert bekötő a gyártyát, jól megállítottuk a lovat. Na, akkor a rajt az úgy nézett ki, hogy akkor go, és akkor mehetnek fel a pályára. És akkor mi elindítjuk a gokartot, mindenki húz el, mondom, és mi van már? Indítja, nem indul a gokart. Mi történt? Gyorsan le, nem hallok semmit, mert ugye megy el az összes gokart, tehát azt se hallom, hogy tekere, azt se hallom, hogy elindul-e, azt se hallom, hogy behúz-e egyáltalán az önindító. Akkor Ákoska, akkor hadd indítsam, én próbálkoztunk, na azt nagy nehezen elindult, de akkor már gyakorlatilag a célegyenesnek a végén volt mindenki. Úgyhogy úgy indult el, hogy a leges-leges legvégén, tehát boxba indultunk legutolsónak, és hát így innen fölhúztam negyedikre a mi mezőnyünkből legalábbis, úgyhogy mondjuk úgy, hogy külsősöket is megelőzött, 2-3-at biztos, a miénk közül is 2-3-at, úgyhogy hát meg kellene nézni a videót, nem tudom, én nem csináltam, mert én nagyon izgultam, de vettünk föl anyagot, azt majd meg kell nézni most, akkor hányat előzött összesen, mert 4-ig számoltam én,
úgyhogy a második futamon nagyobb szakítatott volna. Tehát mondtam neki, hogy minimum a második hely meg lett volna neki ott, ha nem ragadunk a boxba, de mondtam ezt is neki, hogy a technikai sport az pontosan erről szól, hogy ha nem indul el a gép, akkor itt maradunk. Úgyhogy nagyon sokat tanultunk belőle, és bízunk a legjobban. Tehát Ákosban a tehetség megvan, látszott, hogy nagyon szereti, nagyon jó volt. Ami nekem pozitív, illetve hát nyilván minden szülőnek, hogy minden gyerek nagyon sokat fejlődött, és nagyon-nagyon együtt van az egész csapatunk. Tehát nincs kilógás, hogy valaki most 5 másodperccel gyorsabb, valaki 5-tel lassabb. Nagyon kiegyenlített a hétfős mezőnyünk, úgyhogy izgalmas lesz a szezonunk.